Üdvözlök benneteket szeretettel, és nézzük meg akkor a mai igehirdetést. A legfontosabb dolog. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Lukács 10, 41 és 42. Nézzük tovább. Két ellenség fenyegeti a lelki életünket. Egy, az unalom. Frank Lobeck, misszionárius és pedagógus mondta, ha belefáradtál az odaszánás valamiféle álmos formájába, valószínűleg Isten ugyanúgy belefáradt, mint te. Istennel járni a lehető legtartalmasabb élet. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok 16 és 11. Második, elfoglaltság. Jézus azt mondta Mártának, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Lukács 10, 41 és 42. Mit tett Mária? Jézus lábánál ült és hallgatta őt. Márta szerette Jézust és igyekezett mindent megtenni érte, de annyira lekötötte a sok szolgálat, hogy nem tudott pihenni vagy Jézus társaságát élvezni. Talán Mártához hasonlóan te is azt gondolod, hogyha nem te magad csinálsz valamit, más nem tudja a munkát rendesen elvégezni. Lehet, hogy igazad is van, Isten azonban soha nem kér olyan munkára, ami az ő helyét foglalná el az életedben. Ott az első hely illeti a fontossági sorrendedben, tehát őt az első hely illeti a fontossági sorrendedben. Néha kéréseink hosszú listájával jövünk Istenhez,
mert az ajándékai jobban érdekelnek, mint a jelenléte. Az igen, így van. Dávid így írt, egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Zsoltárok 27 és 4. El tudod képzelni, hogy mindig ez az egy dolog legyen elintézendő is listájának legelején? Az Istennel töltött idő, amire annyira szükséged van és annyira vágysz. Gondolj bele, milyen forradalmi módon átalakítaná ez az életedet. Hát igen, ez érdekes volt. Nagyon elgondolkodtató. Igen. Hát igen. Ez szép volt. Köszönöm szépen, Sanyika voltam. Köszönöm, hogy velem tartottatok is. És akkor minden jót kívánok, az Úr áldjon meg benneteket. Hónap találkozunk, jelentkezem a következő hirdetésre. Sziasztok, minden jót, szép álmokat, és elnézést, egy picit megkéstem az ige hirdetéssel, jó? Annál nagyobb szeretettel fogadjátok. Jó éjszakát, sziasztok, szép álmokat.